Fekete Gyula helyét Kovács Tamás veszi át. Jövő heti adásunkban meghallgathatják, hogyan fogadta az új feladatkört, és miként tekint a jövő kihívásai elé. Fekete Gyulával beszélgetünk, aki szállodaigazgató volt Hajdúszoboszlón 15 évig, most azonban nyugdíjba ment, ha lehet így fogalmazni, most van az átmeneti időszak. Hogyan tekint vissza erre az elmúlt másfél évtizedre? Én köszönöm szépen, nagyon jól érzem magam a bőrömben itt nyugdíjas jelöltként, vagy félig nyugdíjasként. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos történet volt az életemben ez az elmúlt 15 év. Én a palotaszállóból kerültem át ugye a Bükkből a síkvidékre, és ez először meglepetéssel hatott rám, hogy nem vesznek körbe hegyek, és hogy itt mi lesz a pusztába. Aztán a puszta is nagyon érdekes, ez kétségtelen tény. Én nagyon megszerettem, nagyon nagy varázsa van a pusztai embereknek is, és hát a Szoboszlónak meg különösen nagy varázsa volt. Én nagyon sokat tanultam, itt szakmailag is, emberileg nagyon-nagyon sok jó emberrel találkoztam, kollégákkal. Hát tényleg nagyon, csak jókat tudok mondani saját magamról, meg Hajdúszoboszlóról is. Mik voltak az elsőleges feladatai közvetlenül, miután ide került? Ugye itt nekünk üzemeltetés elsősorban a feladatunk, ugye abban az időszakban a Béke és az Aquasol volt a Hunges Hotels tulajdonában, vagy nem egészen így, de hát az én feladatom ennek a két háznak az üzemeltetése volt. Ugye az Aquasol akkor kezdett el a piacra bekerülni, hisz egy éves, háromnegyedéves ház, üzemelőház volt még, tehát ennek a piaci fölvezetése vagy fölfuttatása volt az egyik elsődleges feladat, és hát a másik pedig mindenféleképpen mind a két háznak az eredményességét, az üzemeltetését fokozzák, a hatékonyságjavítás volt elsősorban a feladat. Erre milyen jó technikák voltak akkor még, vagy vannak-e arra, hogy minél inkább lehessen vinni akár a szállodának a hírét, vagy a turizmust fellendíteni? Ma ez a 15 év alatt nagyon-nagyon megváltozott. Akkor még az internet világa, már akkor is volt természetesen, mert volt internet, de a social media és egyéb hasonló kihívások nem nagyon voltak még jellemzőek. Hát a foglalások, főleg a Békében, hogy a törzs közönségénél révén is szó, elsősorban telefonon, levelekben érkeztek, hát ma már elképzelhetetlen, hogy valaki egy levelet írjon és úgy foglaljon szobát mondjuk Hajdúszoboszlóra vagy a Békében, és pedig nem is nagy idő telt el, 15 év egy nem egy akkora időtáv, csak az informatika annyit változott, hogy ez átalakult teljes egészében is. Ez megváltozott. A másik nagy kihívás ilyen szempontból azért az, hogy a piac is átrendeződött. A Hajdúszoboszló hagyományosan nagyon sok külföldi, elsősorban német nyelvterületről érkező vendégek voltak, vagy vannak még mindig. Persze most már kicsit nagyon átalakult ez a történet, de hát akkor a német piacnak szinten tartása volt egyik nagyon fontos feladat, ami megváltozott. Tehát ez sajnos német vendégek, a gyógyvendégek továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak, ami szerintem megállíthatatlan, és hát új piacok felé kellett, vagy kell néznünk is. Ez melyik? Csak a környező régiókban számíthatunk. Erősödött a román, az ukrán, a lengyel, cseh és a szlovák piac. Tehát ebben bízhatunk a jövőben és ezeken a területeken, azt gondolom én. Kicsit azért említette, de ha jobban kibővítjük, hogyan látja a városnak a jövőjét a turizmusban? Én azt gondolom, hogy ez meghatározó. Hát ezt elvitathatatlan tény, hogy azért a vendégészakákat tekintve Hévíz után ugye Hajdúszoboszlóra jön a legtöbb vendég. Itt, amit eddig is ezt hangoztattam,
továbbra is a minőséget kell fokozni. Ez, én azt gondolom, hogy a polgármester úr irányításával ez egy nagyon fontos és követendő cél, amit ő itt elkezdett ebben a dolgokban. Jól látta meg, hogy a turizmus minőségi javítását, fejlesztését, ehhez való eszközöket kell neki elsősorban biztosítani, nekünk, szállodásoknak pedig ugye a piacok felé orientálódni. Az árak növekedésével nagyobb eredményeket tudunk produkálni, és a minőség felé. Tehát ez nagyon nehéz dolog, hogy a mennyiséget és a minőséget is megtartani, de hát ez a feladat, és ezt kell tenni. Nincs más út. Ha visszatekintünk arra az elmúlt 15 évre, amikor szálloda igazgató volt, mik voltak a legjelentősebb események, mérföldkövek ebben az időben? Én azt gondolom, hogy nagyon nagy események voltak. Hát ha már itt a szállodásnak itt nagy eseményt lehet mondani, az, hogy több nagy cég is, magyarországi cég, rendszeresen konferenciáit ide tudtuk hozni. Például most is ebben a téli időszakban is, még a mai napig is tudunk hozni nagy rendezvényeket. Ez jelentősen javítja a hatékonyságunkat ebben a vendégek által nem a leginkább kedvelt időszakban, vagy januári hónapokban is, de a többi időszakokban is. Tehát ez volt a legfontosabb, és én azt gondolom, hogy az, hogy a német vendégek száma nem csökkent, de nem akkora mértékben a béke és az akvaszol szállodákban, ez a részben annak is köszönhető, hogy minőségben meg tudtunk újulni a békében is, tehát a békének volt egy 7-8 évvel ezelőtt egy jelentős felújítása, ami hozzásegítette ahhoz, hogy továbbra is minőségi vendéglátásra szállodát tudunk üzemeltetni a városban. Hogyan változott ebben az elmúlt másfél évtizedben ezeknek a szállodáknak a vendégköre? Voltak visszatérő vendégek? Persze, hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény, hogy a békének még a mai napig is közel 60% a törzsvendégekből tevődik össze, és az akvának is közel 60% a törzsvendégekből tevődik össze. Itt ez egy, én azt gondolom, hogy a vidéki szállodáknak ebben a szegmensben, amiben mi dolgozunk, gyógy, wellness, rekreációs szegmensben nagyon fontos, hogy bizalommal éljenek a vendégek, bizalommal legyenek irántunk, és visszatérjenek hozzánk. Nem mindig új vendégkört megtalálás, azok is fontosak, de hát a régieknek a megtartása nagyon-nagyon fontos. Ebben az is szerepet játszik, hogy ezt meg tudtuk tartani természetesen, hisz Hunges Hotel csoport tagjaként erre nagyon büszkék vagyunk. Programok is épülnek fel arra, hogy minél több törzsvendég legyen a cégcsoportnál, ezáltal nálunk is. Nyíregyházán a tavasszal fognak átadni egy szállodát a Csúszda Park, Aqua Park környékén. Az igaz, hogy ennek lesz a szállodának lesz az igazgatója? Hát bízom benne, hogy meg fog nyílni a szálloda hamarosan, és hát azzal is bízom, hogy én fogom igazgatni egy pár évig még ezt a szállodát. Milyen feladatok várhatók? Milyen feladatok? Hát én azt gondolom, hogy ilyen nyugdíjas kort megélt embernek érdekes feladat lesz még. Egy szálloda megnyitása, hát ez ugyanaz, mint egy gyermek születése, az mindig nagy csoda. Nagy várakozással tekintünk elé. Hát ez is ugyanilyen egy szálloda megnyitása az ember életében. Azt gondolom, hogy egy jelentős kihívás, új inspirációkat ad. És hát bízom benne, hogy sikerrel fogjuk tudni venni az akadályokat. Sok sikert hozzá, és köszönjük! Köszönöm szépen!